A Pécsi Tudományegyetem ismét megszervezte az egyetemen vendégeskedő külföldi hallgatók részére az orientációs napot. Célunk az, hogy az egyetem vezetése nevében fogadjuk a hallgatókat, tartsunk egy tájékoztatót, valamint az egyes programok koordinátorai külön tájékoztatót fognak tartani, valamint az Erasmus Student Network arról, hogy milyen egyéb hallgatói programok várhatóak, valamint a magyar, mint idegen nyelv oktatásáról, egy általános információ, a beiratkoztatás, a Neptun, hát ezek az ügyintézésről, valamint az egyetem fő projektjeiről, olyan, mint a táncoló egyetem, zenélő egyetem, hát erről fogunk tájékoztatni őket. 103 hallgatót várunk, közel 80 hallgató érkezik az Erasmus európai mobilitás keretében, tehát az Európai Unióból, általában a legnagyobb szám mostában Spanyolország, Portugália, Lengyelország. Várunk hallgatókat Szerbiából, Mexikóból, Amerikából, Kanadából, Koreából, valamint a MacOS program által a környező országokból, a Study Abroad program által pedig az Amerikai Egyesült Államokból. Tehát egy nagyon színes paletta, hogy számos kulturális, úgymond nemzet megjelenik, és akkor ők fognak majd a magyar hallgatókkal, valamint a degree programos hallgatókkal az egyetem 10 karán tanulni. A Pécsi Tudományegyetem megtesz mindent annak érdekében, hogy a nemzetközi hallgatók számát növelje. Évek óta az egyes karok, illetve maga a központ is, régen a külügyigazgatóság, most a kapcsolati és nemzetközésítési igazgatóság, azzal a hálózattal, amivel rendelkezik az egyetem, azon dolgozik, hogy a lehető legjobban megszólítsuk ugye a lehető ide érkeztethető hallgatókat, a potenciális hallgatókat. Egy nagyon kiterjedt kapcsolati rendszere van az egyetemünknek, tehát ha csak az Erasmus programot nézem, akkor ez egy 800-as nagyságrendre rúg Európa szerte, és azáltal, hogy az Európai Unió kiterjesztette ezt a csere lehetőséget a világ bármely pontjára, ez az úgynevezett nemzetközi kreditmobilitás, innentől kezdve ez még nagyobb hálózatot jelent. Tehát van egy olyan kapcsolati hálunk, amiben mi egy nagyon könnyed kommunikációt tudunk folytatni. Persze mindig kell, minden évben kell ráerősíteni ezekre a kapcsolatokra, és ráerősíteni azokra a folyamatokra, amelyek azt mutatják, hogy Pécs egyrészt minőségi oktatást kínál, másrészt pedig egy remek város, ahol szuper jó hangulat uralkodik, és azzal egyébként, hogy a mi hallgatóink is mennek, és mozgás zajlik a hálózaton belül, könnyedén tudjuk ezeket a gondolatokat továbbvinni. Az egyetem nemzetközi esítési stratégiája szerint 2020-ig 5000 külföldi hallgató érkezik Pécsre, ez minden bizonnyal valósággá is válik, ugyanis jelenleg 4500 idegen nyelvű hallgató tanul a Pécsi Tudományegyetemen.